Spike, gyere! Erik vagyok, Alex barátja, segítened kell nekem. Nem ismerek semmilyen nevüket. Doktor vagy valami nagy dologra készül, és úgy hallottam, hogy te tudsz segíteni. Abban, hogy szembeszálljak vele? Őrültség, és esélytelen. Jobb, inkább elhúzod innen. Kérlek, segíts! Mert a családom élete forog kockán. Te vagy az egyetlen esélyem. Hát a családod? Van egy feleségem és egy kislányom. Siess! Ha megtalálunk minket, mindannyian számítva leszünk az arénába. Igen. Nekem is volt családom, de doktor egy elvette tőlem. Legyen, segítek, de egy feltétellel. Hogy hívják a kínai vesztes hadvezért? Kifingtunk. És mi lenne az? Ha megtaláljuk doktor agyot, én állhassak rajta a bosszút. Rendben. Na gyere, tűnjünk innen a gyorsan. Te azt a viccet is műtek, hogy hívják a beteg Sheldon-t? Ablehán. Hé, várj, gyere vissza! Van még egy nagyon jó viccem. Hogy hívják az erős WC-putonot? Bodybuilder. Mokesz, gyere ki te is! Goru, gyere, végeztünk! Na balkek, már ennyi, tisztelt lúzerek! Itt vagyunk, srácok. Ügyes voltál, Goru. Megkérdezlek neked egy megállomó golyóra, jó? Benne vagyok. Gyertek. Jó napot, Makaróba! 4 perc a magaromogójút kérek. Szia, Erik! Már is adom. Srácok, köszönöm, hogy segítettetek. Örömmel. Szívesen. Erik, szerintem minden munkához látunk. Dota, hogy ezt megtudja, hogy megszöktem, ki fogja derülteni és utánunk fog jönni. Ezt hogy érted? Hát már most nagy bajban vagyunk. Nála okosabb lény nincs a bolygó. Szerinted mit kéne tennünk? Hát, minél hamarabb elrejtőzni és tájvet készíteni. Van egy házam kint a városon kívül, oda kéne mennünk. Na srácok, nekem mennem kell haza, a szüleim már biztos várnak. Te meg hova mész? Hát haza. Már nem mehetünk vissza a városba. Nem kell sok idő és kidőjték kik vagytok. Ha visszamész a városba, az arénába végzed. Tessék, hiszen ott vannak a szüleim! Ugye ez most valami vicc? Sajnálom, hogy belerángatott titeket ebbe. Mi legyen most? Először is vigyél el a házadhoz. Ott kieszünk be mi haditervet. Üdv, Lordai! Mik a fejlemények? Hát, kiszorította Spike-ot. Hogy mi? Hogyan történhetett ez? Az összes egységet meg kell tűzni. Mutassátok a képet, tudjuk, hogy ki volt az, aki kiszorította Spike-ot. Hú, Erik. És méghozzá nem is egyedül. Mokesz, várospatkán és olyan fiatal gyerek. Ennyi lenne csak. Eltaposom őket itt a csontányokra! Hozzátok ide őket nekem érve! Le is vagyok. Basszus. Szia, kicsim! Ők itt a barátaim. Ők. Mi történt, Erik? Ugye jól vagytok? Többnyire igen, de nincsenek jó híreim. Nem mehetünk többi a városba, és ők se. Miértek le is egyetek?
Az tök finom. Köszönöm a vacsorát, Mia néni. Szívesen, remélem íz lett. Hová mész, Spike? Utána megyek, addig egyetek. Kellett a friss levegő? Hiányzik a jégi világ. Tényleg küzdenünk kell ellene. Jó teszed elég, hogy nem hagyod magad, de azért vigyázz, mert ennek ája is van. Nem számít. Csak hogy a lányom egy normális világban éljen. Nekem már nincs vesztenivalónk, de ezért nem igaz. Holnap eltűnünk innen. Hogy mi? Nincs már hová mennünk. Innen is mennek ünnünk kell eljük. Ez a hely nincs elég messze a várostól. Egy napi sétára van innen nyugodt egy régi kisváros. Oda fogunk menni. Nem ismerek arra semmilyen várost. Hát igen. Doktor egy műve. Ott laktam régen. Már csak egy üres szerdán város. Mondd el a többieknek is a holnapi üzletet. Én maradok egy kicsit, igen láttam csillogóságet. Emberek, készítek a holnapra, innen is el kell menni. Elaludtak. Akkor ideje nekem is lefeküdnöm. Majd holnap elmondom nekik. Gyeretek mag, mi is aludjunk. Jaj, hűle. Spike, szereznünk kéne valami fegyvert. Nekem csak egy kardom van, de az nem elég. Kockázatosan nem hiszem menni a városba. Most gyorsan elmegyünk és jövünk is vissza. Nincs fegyverünk, nem fogjuk tudni megvédeni magunkat. Van benne igazság. A lányodat hagyti itt, a többiek jöjjenek. Annie, egy óra és apa és anya is hazajönnek, addig pihenj. Szeretünk téged, sietünk. Szia, Annie, később jövünk. Vegyétek fel ezt, visszamegyünk a városba pár fegyverért. Nem lesz kockázatos? Ezért fogunk nagyon sietni, és észrevétlenül haladni. Balkák, előttünk. Gyertek! A házunk. Jaj, most nincs időnk. Doktor, hogy már túl dolgozunk. Jövök. Ó, jó kis kukák! Nyom, 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 nyom. Nem most, Mokesz, erre nincs időnk. Le is bukhatunk. Jól van, na. Alexhez jöttünk. Mehettek. Jesszus Erik! Mit csináltok ki? Körözök bűnözők vagytok! Segítened kell, Alex. Fegyverek kellenek. Szerinted én nem fogok gondba keveredni, ha bűnözők vannak a klubomba? Így is a balkák napi szinten rám járnak. Alex, kérlek segíts! Na jó, gyertek, siessünk! Jaj, de jó ez a kis szemét! Menjünk a város patkája! Kapjuk el! Ó, ne! Ő itt a húgom, na. Ti is halljátok ezt a romantikus zenét a háttérben? Nem, én nem. Gyertek! Ezek közül tudtok választani.
Nézd, kicsim! Innen van nekem is az első kardom. Nekem szerintem ez kell. Nekem ez? Nincs valami ezt? Hát, van itt egy régi fegyverem. Gránátok is lehetnek? Na ne. Mindent köszönök, Alex. Vigyázzatok magatokra! Én is kaphatok egy kardot, bátyús! Nem! Ne is elmondj róla! Bátyús, baka van nincsen! Nyugi, mindig így beszél kell neki valami. Srácok, hova tűnt a patkány? Jaj ne, Mokesz! A kukák! Elvitték Mokeszt! Meg kell keresnünk! Mennünk kell ők, már nincs időnk. De nem hagyhatjuk itt! Mennünk kell ők, már nincs időnk, mi is babba fogunk keveredni. Gyere Erik, nem tehetünk már semmit. Jövök. Mokesz, úgy csak nekünk fordulkálnak a barátaid, a tojásokkal és Spike-kal együtt. Kérem, ne öljön meg! Becsületes dolgozója voltam a bányának. Becsületes? Ne hidd azt, hogy nem tudom, hogy képkedtél utánam. Legyen hát! Ha megmondod, hol vannak, szabadon engedlek. Nem bánom. A városon kívül vannak. Nyugatra, fél órányira innen. Ügyes patkány! Most már nincsen szükségem! Lord Tide, tedd a dolgod! És azonnal menj a leggyorsabb hajóval a házhoz! Te hazug! Nem ebben egyeztünk meg! Ááá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